Ez alatt egy igen komoly, masszív betonalépítmény van, ami sok időt, sok munkálatot vett igénybe. Erre került rá ez a finomabb, puhább sóderágyás, és a végén a legfelső szint lesz ugye a rekordtán. Pár héttel ezelőtt még üresen állt ez a több mint 200 négyzetméteres terület. Most már azonban csak a rekordtánlapok várják, hogy helyükre kerüljenek az Eszterházy Károly Egyetem új kondi parkjában. Ezt hívjuk húzózkodónak, ugye szűk fogásban, lehet széles fogásban, vagy akármilyen variációban, ugye a haserősítő gépekről, ha beszélünk, ugye főleg a has alsó részének az erősítésére alkalmasak a gépek. Összesen 18 ilyen és ehhez hasonló teljes testet megmozgató elem kapott helyet a Leányka úti eszközparkban, amely egy debreceni székhelyű sportszaküzlet felajánlásának köszönhetően valósult meg, mintegy 12 millió forint értékben. Már rendelkezünk atlétika pályával, szintén a hátam mögött látható labdarúgó pályával, teniszpályákkal, fallabda pályákkal, fitness termekkel is, azonban azok zárt helységben találhatóak, és a mai kor elvárásainak megfelelően szerettünk volna lehetőséget biztosítani a hallgatóink számára, hogy szabad téren is gyakorolhassák az edzés lehetőségét, az edzés munkálatokat. Így ez egy hiánypótló elem lesz, úgy gondolom, az Eszterházy Károly Egyetem repertoáriában. Az eszközpark engedélyezése azonban még hátra van, így az egyetem hallgatóinak és oktatóinak legalább egy-két hetet várniuk kell arra, hogy birtokba vehessék a 18 elemből álló Leányka úti kondiparkot, amely egyébként az egriek számára is egyfajta kikapcsolódási lehetőséget nyújt majd.